Köszöntök minden kedves nézőt, én Bereznai Dani vagyok, üdvözöllek mindannyiótokat az Unibet Magyarország Youtube csatornáján, egy újabb Forma 1-es hétvége, ráadásul a verseny egyik legizgalmasabb helyszíne áll előttünk, nem más, mint Monaco, és erről beszélni fogok egy kicsit, itt nem feltétlenül a versenyzés maga az izgalmas, bár reméljük, hogy idén ez is kivételes lesz, de a körítéses ennek a pályának a történelme. Ugyanis ez a pálya az egyik legrégebben szereplő a Forma 1-es verseny naptárban. gyakorlatilag Silverstone-nal karöltve, meg talán Monzánt is idevéve, ez az utolsó három versenypályák egyike, ami a kezdetek óta a verseny része, és készültem nektek néhány izgalmas statisztikával, ami lehet, hogy kicsit átalakítja a sorsfordulatokat 2021-re is. Az elmúlt 35 évben senki nem nyert harmadik helytől hátrébről, kivéve 1996-ban Olivier Panis, aki a 14. helyről nyerte meg ezt a futamot, amit vissza kell néznem, mert nem láttam, csak olvastam a statisztika könyvekben. Ezek mellett érdekesség, hogy semmilyen a jelenlegi mezőnyben versenyző pilóta nem szerzett egymás után két polpozíciót Monakóban. Ugye a polpozíciónak óriási szerepe van. 2019-ben Hamilton volt a polban, ugye tavaly nem volt Monakóban verseny, ami azt jelenti, hogy idén Hamilton nem lehet a polban, ha csak nem töri meg ezt a statisztikát, bár tudjuk, hogy Hamilton elég jó a statisztikák megtörésében. A pálya rekord amúgy időmérőn Daniel Ricciardohoz tartozik, 2018-ban versenyen meg Max Verstappen futotta a leggyorsabb kört. A legtöbb polpozíciót amúgy Aiton Senna, Monaco legendás mestere szerezte ezen a pályán, és a jelenlegi mezőnyből Fettelnek és Hamiltonnak van esélye, hogy ezt utalérje, hát ebből valószínűleg Hamilton pályázik erre az utolérésre nagyobb esélye. Ez a versenynaptár legrövidebb pályája, mindössze 3,3 km és itt a legkisebb az átlagsebesség, 160 km per órához közelít, és ez az egyetlen pálya a jelenlegi Forma 1-es verseny ahol nem írik el a 300 kilométert egy megtervezett versenytávon. Itt annak ellenére, hogy a lehető legtöbb körös a verseny 78, annak ellenére mindössze 260 kilométert teljesítenek az autók ezen a távon. Ezen a pályán található a versenynaptár leglassabb konyarja is, a visszafordító a Grand Hotelnél, de úgy gondolom, hogy a statisztikák és a fecsegés helyett nézzük meg részletesebben, és pattanjunk autóba. Most megpróbálom a nyelvemet is 12.500-as számra pörgetni, hogy végig tudjam sorolni ennek a pályának a jellegzetességeit utcahozni rövidség alatt kanyar és kanyar között. Az első kanyar a Sande volt, nyitott DRS-es célegyenes után a legjobb előzési zóna, viszont a hajlított féktávja és a kitüremkedett fal miatt a legkönnyebb baleseti pont is. Ezután a pálya agresszívan emelkedik felfele, sokkal meredekebb, mint azt mi a kamerákban láthatjuk. A következő balos egy rendkívül Gyors kanyar, és ha picit is lecsúszol az ívra, a poron már a tapadást visszanyerni lehetetlen, úgy jársz, mint Ferstappen az imént látott képsorokon. Ezután egy jobbos következik, egy huplit ki kell kerülnie minden versenyzőnek, ha nem akar elrepülni, persze azt is lehet, hiszen pont van egy kis bukótér szembe, amit Nico Rosberg előszeretettel ki is használt egyszer Hamilton ellen, hogy miután ő már megfutotta a biztos pol időt, amit csak Hamilton dönthetett volna meg, sárga zászlót okozva, rivális is át már nem hagyta érvényesülni. A jobbos után, egy kis átkötő szakasz után a versenynaptár leglassabb kanyarja, a Grand Hotel visszafordító következik, modern autókkal is minimum le kell lassítani 50-60 km h órára, és teljesen eltekerni a kormányt, hogy itt beforduljanak. Ezután bátran támadhatjuk a macska kövezett belső ívű jobbost, ami után még egy jobbos a Mirabó következik. Végre van egy kis időnk, egy lélegzett vételre, ugyanis a pálya a leghosszabb padlógázás szakasza az alagút következni, melynek hajlata padlógázos, és a sikánhoz érve itt is megpróbálkozhatunk egy előzéssel. Itt igaz, aki kívül van, át fogja vágni a sikánt, és bajhé lesz belőle, hogy ki a pozíció. Béres, itt nincs a segítségünkre. A sikánt, miután bevettük, szabályosan vagy szabálytalanul, van egy kis átkötő szakasz, ahogy megkezdődik a kikötő, kinézhetünk balra a gazdagok sokaságára, ahogy milliárdos jakjaik szurkolnak nekünk valibúval a kézben, úgy tűnik ők valami hatalmas ocra fogadtak, hatalmas összeggel, hogy így bejött az élet. A pálya leggyorsabb kanyarjai következnek, centikre a falak, ezt a részt, ha jól eltalálod, rengeteg időt lehet nyerni, vagy az autót összetörni. Fogalmazhatnék úgy is, hogy hatalmas golyók kellenek. A rascasse érkezünk, trükkös hajlított féktáv, meg lehet próbálkozni itt is egy racinggel, de akár egy pingponggal is. Ökler 2019-ben mindkettőt megtette. Az utolsó kanyar előtt található a boxbejárat, ami elég baleset veszélyes tud lenni, ugyanis aki boxolni akar, persze nem ketrecben, hanem csak kereket cserélni, akár már a kigyorsításon lassít, és ha erre a hátul haladó nem számít, akkor könnyen ketrecharc is lehet belőle. Utolsó kanyarban, ha jól gyorsítunk ki, mindössze néhány másodperc is átisszeltük a célvonalat, remélhetőleg egy fantasztikus kör után itt Monakóban. Izgalmas ez a pálya, tényleg nagyon izgalmas, de láthatjuk azt is, hogy a pálya pozíció a legfontosabb dolog. Itt szerintem idióta lenne az, aki két kiállást csinál, persze, ha az időjárási körülmények úgy indokolják, akkor megérthető, de láthattuk például 2018-ban, hogy amikor Ricardo 163 lóerővel gyengébb motorral ment, ugyanis az energia visszanyerő rendszere konkrétan lekapcsolt ezek mellett, a fékerő elosztás is az felbontott, és kb. két-két és fél másodperccel ment lassabb köröket, mint a mögötte autózó fettel. Fettel még így se tudta őt megelőzni, ugyanis itt különösen ezekkel a modern autókkal, amik másfél-kétszer olyan szélesek, és másfél-kétszer olyan hosszúak, mint régen, a pálya gyakorlatilag nem változott, pont emiatt az előzés lehetetlen. A pálya úgy változott 11-szer mindössze a történelemben, ami soknak hangozhat, de nem az, ebből mindössze kettő változás érinti a vonalvezetést. Egyszer a sikán változott, és lassabb lett, ugyanis nagyon gyors, nagyon veszélyes volt, az egyik sávból át kellett vágni a másikba, így a falak között semmi hibafaktor nem volt benne, és ha belecsapottál a falba, akkor 250 km per órára nulláról lassultál le egyszerre, most ugye itt ez egy trükkösebb hajlat, és ezek mellett a 70-es években megépült az uszoda, és a harmadik szektor eleje eddig egy kicsit ilyen hajlított, egyenesszerű dolog volt. Most az a vonalvezetés átmenne az úszodát, és nyilvánvalóan ezek nem tenger alatt járók, hanem Forma 1-es autók, szóval az úszodát meg kell kerülni, és akkor ott pancsolhatnak boldogan a gazdagék, és mi megnézhetjük a Forma 1 továbbra is biztonságban. Összességében nem tudok tippet mondani, hogy ki lesz a legjobb ezen a hétvégén. Szeretném, hogy a Red Bull legyen, hogy kicsit izgalmasabb legyen a bajnokság. A rövid tengelytávú autójuk, az agilisságuk a lassú kanyarban segíthet, a Mercedes a profi mérnöki gárdával, a bajnoki tapasztalataival mindig valahogy meg tudja hazudtolni azt, hogy ők valahol is gyengék, és mindig olyat tudnak fordítani, hogy azt már épészel felfogni nem lehet, de reméljük, hogy pont ez fogja az izgalmakat hozni, és tizednél kisebb lesz a különbség, majd az első négy-öt versenyző között az időmérőn, talán, ha maga biztos versenyző vezet, és maga biztosan lehet terelgetni a gépet, egy harmadik, negyedik csapat is bekerülhet az első sorba, vagy akár a póba. De ez kiderül szerintem a hivatalos közvetítésben mára, ez az adás ennyi, remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor csapjatok a like-ra, iratkozzatok fel az Unibet Magyarország YouTube csatornára, kövessetek be engem is, ha szeretitek a képemet, ha nem, akkor, akkor csak kövessétek az Unibetet, és, és na, mindegy, szeressetek már, sziasztok!